mitől készülnek a fazekak, vagy régen miből készültek? Nagy ügyes vagy. A Bihari térség tájházai, kiállítóhelyei és múzeumai mutatkoztak be szeptember 23-án a művelődési házban. A szomszédolás címet viselő alkalomra kortalanságából kifolyólag nem csupán az óvodásokat, iskolásokat várták, hanem mindenkit, akit érdekel Bihar múltja és a közös örökségünk továbbélése. 2019. szeptember 23-ára egy közös összefogással megvalósult rendezvényt terveztünk, amely a Bihari Múzeum baráti köre, a Bihari Népművészeti Egyesület és a Borosjenői Kádár István Hagyományőrző Ijász Egyesület közreműködésével valósult meg, illetve meg kell említenünk a Berettyóújfalui Tankerületet is, aki támogatta ezt a rendezvényt. Az a célunk, hogy megmutassuk a helyi lakosoknak, a helyi óvodásoknak, általános iskolásoknak, hogy milyen értékek, milyen kis kincses ládák vannak ebben a térségben, Biharban, mit lehet megnézni Berettyóújfalun kívül, akár 10-15 kilométer távolságra elutazva. 9 kiállító érkezett hozzánk, Bihar Nagybajomtól Püspökladányig, Létavértestől Nagykerekig találkozhatnak itt a érdeklődők a kiállítókkal. Akár gyerekek, akár felnőttek, úgy gondolom, hogy mindenki megtalálja a számára alkalmas programot és lehetőséget, és akár a későbbiekben, hogyha kirándulni szeretne a környéken, ezek olyan tájházak, olyan múzeumok, olyan kiállítóhelyek, amelyeket érdemes megtekinteni. A Bihari Múzeum rendhagyó módon egy kis régészeti kutatással készült, illetve egyéb ilyen rejtvénnyel, keresztrejtvénnyel, kvízzel, ami akár gyermekeknek, akár felnőtteknek jó szórakozást ad. Bújtközségről érkeztünk, ami ide egy olyan 20-25 kilométer, nagyon kicsike település, és a tájházunkat szeretnénk reklámozni, bemutatni, régi paraszti játékokat szeretnénk a gyerekeknek mutatni. Vannak közte logikai játékok, ami ilyen kis térbe is bemutathatók, mert ugye otthon nekünk hatalmas, nagyobb terünk van, nagyobb játékaink, de azok ide nem lehet elhozni. Itt inkább olyat hoztunk, hogy szamárlétra, ördöglakat, kertészlegény, pillangó, egyensúlyozós pillangó, csuhéi virágot pókocskával. Gyerekek szempontjából mennyire érdeklődnek a játékok iránt? Hát lehet, hogy ez már egy kicsit elcsépelt dolog, de ugye mikor megérkezik Debrecenből például egy gyerekcsoport, és ugye mindenki kapkodja a mobilt, hogy így anya, meg úgy anya, és akkor mi szoktuk mondani, hogy jó, tessék elrakni, megyünk nagy mosni, megyünk tésztát dagasztani, akkor bizony elfelejkezik arról, hogy felhívja anyát, apát. Nagyon élvezik a gyerekek, szabadtér, ugye, parasztház. Nem beszélve róla, hogy eleinte, mikor, főleg ha nagyobb gyerekek jönnek, ugye, hát beöltöztetjük kötő, fejkendő, egy kicsit olyan ciki, úgymond, de miután elkezdenek ott mosni, dagasztani, nem akarják abba hagyni, és hogyha az egyik beöltözött, akkor a másik is befog. Egy ilyen foglalkozás milyen pluszt adhat a gyerekeknek? Nagyon nagy élményt ad, egésznapos élményt, szekerezni viszik őket a faluba, tehát olyan dolgokkal találkozik, amit kell a mindennapokban már nem. Berettyóújfalu egyik fontos emléknapja szeptember 23-a, amikor az Erdélyre törő török seregekkel szembeszálló Kádár vitézre gondolunk vissza. A város arculatát meghatározó lovasszobor, az évszázadokon át fennmaradó mítosz és az abból született népballada szellemi örökségét viszi tovább a borosjenői Kádár István Hagyományőrző Ijász Egyesület, akik idén új formáját választották a hagyományőrzésnek. Az egyesület a mai napra vetélkedővel készült, amely az általános iskoláknak lett meghirdetve. Ez a vetélkedő két részből áll, van egy 20 kérdésből álló teszt, és utána a 20 kérdésből álló teszt után ügyességi versenyen fognak részt venni a diákok, amely különböző középkorhoz kapcsolható játékokból fog állni. Hát itt lesz íjászat, lándzsadobás, de van, hogy egy karddal kell elütni labdát. Tehát a kérdésekben benne van a maga a pályának, amiben léte. Kádár vitézhez kötődik, ugye? Borosjenői Kádár István Hagyományozó Ijász Egyesületben is benne van a nevünkben. Ugye az ő emlékezetére rendezzük meg ezt a vetélkedőt.
úgy állítottuk össze a kérdéseket is, hogy csak az ő életével foglalkozunk. Pontozásos rendszerben fogjuk végrehajtani a vetélkedőt, illetve az idő is számít, mert lesznek olyan pályák, amelyek időre fognak menni. A nap programjában helyet kapott a Bihari Múzeum pedagógiai évnyitó. A 11. alkalommal megrendezett eseményre a Berettyóújfalui tankerületi központ valamennyi iskolaigazgatóját, helyettesét, pedagógusát várták. Itt a múzeum pedagógiai évnyitón a Berettyóújfalui járáshoz tartozó iskolák vezetői, pedagógusai vesznek részt, akik kapnak egy gazdag programcsomag kínálatot, amin az egész évben ezen részt vehetnek gyerekekkel, osztályokkal, bekapcsolódhatnak, akár itt a Bihari Múzeumban. Most jelenleg ugye az átalakítás miatt nem, de kihelyezett foglalkozásokat szerveznek a településeken, ahol szintén a programcsomagok kínálatából választhatnak. Egy-egy iskola számára milyen jelentősége van ezeknek a foglalkozásoknak, miért jó ez a diákok számára? Nagyon jelentős például a vidéki iskolák, akiknek ugye a vidéken nincsenek múzeumok, és be is utazhatnak, valamint kihelyezetten megismerkedhetnek a helyi sajátosságokkal. Tehát úgy építik fel a múzeumpedagógusok a foglalkozást, hogy figyelembe veszik a helyi sajátosságokat is, mikor egy kihelyezett foglalkozás nyújtanak az intézménybe, és az adott korcsoportnak az életkori sajátosságát is figyelembe véve. Hát egy élménypedagógiát kapnak ezáltal a gyerekek, valamint egy kiegészítő ismeretet nagyon sokat a tantárgyi tudásuk mellé. Az Esztár iskola itt Berettyóújfalúban is igénybe vette, de helyben is most van egy tájházunk, ahova kihelyezett foglalkozást, ott a népi játékokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, de igaz, a nagyon közkedvelt a népi játék és a mesével kapcsolatos foglalkozások, főleg az alsósok közelében, a felsősök körében pedig inkább a történelmi jellegű foglalkozások, amik rendhagyó történelem órán is vettek már részt, a múzeumpedagógusok tartották az órát. Kezdetben ugye 13-as, 14-es tanévbe indult, akkor még meghatározott egy-egy osztály vagy létszám, most már egyre többen kapcsolódnak be. Próbáljuk úgy, hogy alsó-felsőből is legalább 30-40 gyerek részt vegyen. Nagyon szeretik a gyerekek, hát ugye más környezet, ugye nem úgy, mint a tanórán, nagyon élvezik, sőt a pedagógusok is. Nekem például a tantestületben most van egy olyan pedagógusom, aki elvégezte egy továbbképzést a múzeum pedagógiával kapcsolatosan is. Milyen pluszt adhat egy ilyen foglalkozás a diákoknak? A tantárgyi tudás mellé kiegészítőként meg természetesen, tehát például ez a népi játékok, ezeket nem ismerik. A gyerekek nem játsszák már. Már ugye azok a nagyszülők, akik ezt be tudják mutatni, már azok sem. Mindenki él, valamint nagyon izgalmas volt a kenyérsütés. Tehát ugye a kenyeret sem sütik már falun sem, vidéken sem, és akkor ezt ott bemutatták a kemencébe, a tájháznál, ez itt nagyon érdekes volt a gyerekek számára. A múzeum pedagógiai évnyitón Bónác János alpolgármester a muzeális intézmények, magángyűjtemények által nyújtott kínálatról és számos lehetőségről szólt. Majosi Pálma, a Berettyóújfalui tankerületi központ szakmai helyettese elmondta, tovább fejlődött és létszámban is emelkedett a múzeumpedagógiai foglalkozásokon résztvevők száma, hiszen mára már több mint 4000 fiatal kapcsolódott be 4 járásban a programokba. Az EFO pályázat keretében kidolgozott mintaprojekteket és azok további hasznosulási lehetőségeit Bojác Róbert, koordinátor hálózati csoportvezető ismertette. Figyelem! Köszönjük be! Tiszte! Meg! A Kádár Vitéz emléknap a főtéren folytatódott, ahol Berettyóújfaluváros önkormányzata, a Berettyó Kulturális Központ, a Boros Jenői Kádár István hagyományőrző IASZ Egyesület, köztük Kádár István leszármazottja Kádár Gyula, illetve a Bakonszegi Vezértollak IASZ Egyesület képviselői helyezték el koszorúikat és virágaikat a mementót állító szobor tövébe. Ezt követően a Művelődési Ház színház termében a népzene és a néptánc segítség végével idézték fel áldozatkészőseink korát helyi énekesek, zenészek, valamint csoportok közreműködésével.